a város legrégebbi szobra, az, ami ott fent van, csak annak nem tudjuk a nevét. 8 csapat, 24 általános iskolás diákja vett részt a Városnapja alkalmában megrendezett helytörténeti versenyen. A résztvevőknek először elméleti feladatokat kellett megoldaniuk a helyi Babits Mihály Kulturális Központ nagy termében. Igaz, hamis játék van szófelhő, tehát ahogy említettem, modern játékok, majd pedig kimennek a városba, és megnézzük azt, hogy hogyan ismerik a város műemlékeit, szobrait, mindenfajta emlékét, és játékos, tehát egy nagyon-nagyon fontos szó ebben a vetélkedőben, játékos, városismereti vetélkedő. Nem annyira az lesz a lényeg, hogy ki az első, hanem hogy megszeretessük a gyerekekkel. Ez lesz a legelső. Az elméleti alapozás után tehát a gyerekek igazi terepen mérhették össze a felkészültségüket. A verseny első külső helyszíne a Vármegyeháza udvara volt, majd ezt követte a szintén ebben az épületben található megyei levéltár. Az első ilyen keresztrejtvény az nehéz volt, de megfejtés sikerült kitalálni, de annyira nem volt könnyű. A versenyben résztvevő gyerekek hónapokon keresztül készültek, amiben nagy segítségükre volt a tavaly kiadott Szekszárd, ahol élünk című könyv is. A könyv összeállításának ötlete évekkel ezelőtt a város polgármestere Ács Rezső ötlete volt. Ennek pedig az az egyik legfontosabb üzenete, hogy a fiatalokat szólítsuk meg, a kisgyerekek, iskolások, kisgimnazisták is ismerjék meg a várost, nyitott szemmel járjanak, ahogy a szlogen is szól ennek a vetekedőnek a kapcsán, vegyék észre mindazt, ami Szekszárdon fontos, akár építészetről beszélünk, akár természetes értékekről beszélünk, akár belső értékekről beszélünk, és ez a vetélkedő felszíre hozhatja mindezeket, tehát nem csak a fizikai tapasztalás útján, hanem belül is kicsit megértik, megérzik így a városban járva, a város levegőjét szívva, hogy miért fontos Szekszárd. Erre hétköznapokban viszonylag kevés lehetőség van, és én személyesen azt hallom, hogyha valaki megérzi a város levegőjét, megérti, hogy mit jelent Szekszárdnak lenni, megérti azt, hogy mi motiválta az itt lakókat az elmúlt évszázadok során, akkor biztos vagyok benne, a lélekben is meg fog erősödni, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban fog kötődni ehhez a városhoz, sokkal jobban fog kötődni a családjához, és reményeink szerint későbbiekben ez azt eredményezheti, hogy egyetemi tanulmányait követően visszajön ide, és itt képzeli el majd a jövőjét. És tulajdonképpen ugyanebben a sorban, egy ugyanebben a sorban illeszkedik ugye az a kötet, amelyet a tavalyi esztendőben adtunk ki, ami szintén az én ötletem volt, és egy éves előkészítés után készült el, ez pedig a Szekszárd, ahol élünk, város történet mindenkinek, pontosan ugyanezt a célt szolgálja, ez egy nagyon színvonalas, szép, szépen illusztrált könyv. Szekszárdon negyedik alkalommal rendeztek a Városnapja alkalmából helyismereti és helytörténeti versenyt. A szervező Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke szerint a diákversenyre egyre inkább felfigyel az Országos Helytörténeti Szövetség felső vezetése is. Itt van az országos elnökségnek egy tagja, az országos alelnök, Zsámboki Árpád, aki maga is egy megyei vezető, és országos alelnökként pedig a kulturális tevékenységekért felel a dél-dunántúli régióban. Nagyon fontos, hogy a szülőföld értékeinek ismerete az már gyerekkorban birtokolható legyen. Amennyiben ez nem, akkor nem hiszem, hogy nagyon jó lokálpatriótákká válnak a szekszárdiak vagy más településen élők. Tehát a lényeg az, hogy a múlt ismerete a jövőépítésben rendkívül fontos. És nagyon sok, hogy mondjam, érzelmi töltést adhat a gyerekeknek, hogy nem csak az ismereteket birtokolják, hanem egyáltalán azokra a jeles személyekre, családokra is büszkék lehetnek, akik előttként a városnak a fejlődését segítették vagy megalapozták. Tehát ebből a szempontból a példaképek szerepe nagyon fontos. A harmadik sincs, a negyedik sincs, az ötödik van, és a hatodik. Tehát akkor összesen a hat pontból egyelőre kaptatok 2 pontot, ami erre vonatkozik. Most viszont azt látjátok, vagy sejtitek, hogy van egy szó, amit össze kellett volna raknotok. Ismerjék meg azokat az értékeket, amely településnek a sajátossága, és legyenek arra büszkék. Tehát egyáltalán a múltbéli, a jelenbéli szellemi és kulturális örökség tanítása, begyakorlása, szemléltetése, áttélése nagyon fontos. Az ezekkel kapcsolatos felkészültségüket pedig idén is bizonyították a szekszárdi gyerekek. A versenyt végül és azzal együtt a vándorserleget 2019-ben a Garai János Gimnázium csapata nyerte.